Hát jó estét kívánok! Gaming time van újra itt a Szalandorina csatornán. Ugyanis ez most már rendszeres lesz, hogy keddenként lesz legalább egy gaming stream egy héten. Úgyhogy ma eljött ennek az ideje, és mint láthatjátok, én bekészültem egy kormánnyal, úgyhogy ma kizárólag autós játékokkal fogunk játszani. És hát már van egy jól bejáratott autós játék itt a csatornán, amit láthattak fölöttem, és ez nem más, mint a Wreckfest. Úgyhogy ebbe fogunk pillanatkon belül belevágni. Hello, Bogi! Úgyhogy ideje szerintem a tanulóvezetőket törni. Azzal itt egy kicsit megszüntetem a háttérben, mert úgy sincsen már rá szükségünk, hiszen itt vagyunk magunknak. Na, kérem! Úgyhogy ez a kormány egyébként, amit előttem található, ez egy Logitech Driving Force kormány, ami még 2003-ban gyártódott, és eredetileg PlayStation 2-höz árulták, de ugye USB-n keresztül gépre is lehet kötni. Hát hadd ne mondjam, hogy mire találtam hozzá egy Windows 10 kompatibilis drivert, amivel működött is, és tényleg úgy be lehetett rajta mindent állítani, ahogy azt illik, azzal elszenvedtem egy kevéske időt, de hál' Istennek működik, úgyhogy semmi sem áll az utunkba, hogy ma az utunkba állókat összetörjük. Ugyanis erre jó a Wreckfest. Már menet közben egyébként benne is vagyok a játékban, úgyhogy a háttérben láthattok egy új autót, gondoltam veszek egy B-kategóriásat is, ha már arra van jogsim. Nem, csak viccelek, tehát hogyha elmegyünk majd multizni, akkor ugye bármelyik kategóriában legalább legyen egy saját autóm, úgyhogy ez volt a fő indítatás. És hát most is még mielőtt belevágunk a multiplayerbe, szeretném egy kicsit megszokni a kormányt, úgyhogy egy-kettő sima custom eventet megyünk a gépen, úgyhogy remélem nem haragszotok meg ezért, de kell egy kis gyakorlás, indonation. Ez a 8-as pálya, ez már korábban is a kedvencem volt, úgyhogy miért is ne próbáljuk ki, mégpedig hát próbáljuk ki ezt az új Verdát, úgyhogy. Yes. Kíváncsi vagyok, mit tud egyébként, úgyhogy izgatottan várom. Na. Na, szóval ő itt a kis picike. És szó szerint picike, tehát ez nem tudom, talán egy átpreparált Honda lehet. Így első ránézésre. De nézzük meg, mit tud. Ja. Már lejön a rökhárító. Jó kocsit vettünk. Menjetek arra! Szevasz! Kis fürge! Az elment legelni. Keresztforgalomra vigyázzunk. Ennyi van. Ajjajjaj. Igen, Grigger, készülök a vasárnapra. Szoros volt.
Épp hogy megcsípett. Na most én csíptem meg őt. Menjetek már! Jézusom, melyik irányból nem jöttök? Ez nem volt szép. Előre menjél, haver. Persze húzzad rám! Hát elsők már nem hiszem, hogy leszünk, bár mondjuk még hol a vége. Megérte? Pá. Na, szevasz, Kedi. Tolassá anyádra! Honnan van a jogsitok? Honnan? Ez nem esett jól. Azok ott elmentek. Ne lögdössé. Amúgy tök jó, amikor ugye az ellenfeleivel röpülnek előlem. Ti hova mentek ott? Krieger, ebben mi a lényeg? Nem láttál még Ronsz Derbyt? Túlélni! Átfértem. Szia! Hát itt egy a lényeg, összetörni a másikat, vagy elsőnek lenni a versenyben. Vagy is. Tehát egyik nem zárja ki a másikat. Még van egy körünk, de szerintem a negyediknél előrébb nem kerülünk. Jaj, már meg is van a győztes. És vasárnap is az összetörés lesz a cél? Ha előttem leszel, igen. Nem, néha úgy érzem, hogy túl könyörületes voltam a gokártban és a többiekkel, úgyhogy muszáj egy kicsit edzenem magam, hogy keményebb legyek a pályán. Na jó, hát szerintem ez első próbának jó volt. Még toljunk egy Demolition-t, és akkor utána irány a online közösség.
Hát tudtam, hogy örülni fogsz. Tudtam. Lehet, hogy azt kéne bevezetni ott is, hogyha megpördítek valakit, akkor kapok érte XP-ket, mint itt. Itt azért 150 értéket kapok csak azért, hogyha valakit megpörgetek. Hát, még ha kinyírom. Hát csak kerekesse szerintem jobban járnál amúgy. Hát a gokárt, hát csak kerekes. Na. Gyé! Ez az! Kizárólag gumival, mert nem akarunk gyereket. Azért az autóra is vigyáznunk kell, mert aranyat ér a végén. Te itt mit csúsz le szóval adom? Na. Na, ilyen, ha kinyírok valakit. Szevasz. Na, még 51 HP-ja van az autónak, arra azért jó lenne kicsit vigyázni. Igen, ha fönt megjelenik a számláló, azért muszáj ütköznünk, hogy nehogy véget érjen a parti idő előtt. Fogynak az ellenfelek. Még egy kinyírva. És már csak egy ellenfelem van. Csak a hangját hallom, de nem látom. Ott van. Hello. Merre vagy? Ez egy nem jó buli. Tükröt minek? Már nincs is, hülye vagy. Látsz ezen az autón tükröt? Valahol itt hever a földön. Merre vagy? Hallom, hogy zúzol valamerre, de nem talállak. Összetörte magát. A loser. Belső tükör, adjál már ilyen hülyeségekkel. Plusz súly. Nem kell nekünk belső tükör. Tükör. Na jó, hát ez... Elsőre... Na. Hogy lépek ki? Na, Exit Game, hülye vagy? Hülye vagy? Na. Azért. Na jó, nézzük meg a multiplayer-t. Hol tudunk mások ellen? Atrax, No Rules... Oh. Szimpatikus. Ahol nincsen szabály, már ott is vagyok.
Közben üdv mindenkinek, aki újonnan csatlakozott. Oké, mindent elfogadunk. Majd valószínűleg, hogyha A-osztályjal megyünk, akkor valószínűleg ez az autó fog kelleni. Na nézzük, ők mit csinálnak, még van egy-két körük. Igen, ez egy szabálytalan parti lesz, úgyhogy... mindenkit kinyírunk. Nézd, már falnak megy. Igen, vannak olyan pályák, ahol egyébként veled szembe is jönnek, tehát... bármi is megtörténhet. De ezek szándékosan hajtanak egymásba. Nem kell az oda, így van. Hát igen, nem feltétlenül fluid, de ott háttér is azért. Na jó, ja, vége van a futamnak. Akkor pont bele akartam mutatni, hogy egyébként hátul még mi volt a mezőnyben, de... úgy néz ki, ennyi volt. Na, akkor következő partival mi is csatlakozunk. Ha. És egy jó kis 8-as pálya jön. Hajajaj. Mint láthattátok az előbb, azért abban vannak izgalmak, mikor... keresztben is jönnek. Csak amikor mondjuk a gép ellen játszol, akkor tudod, hogyha elveszed a gázt, akkor valamennyire ki tudod kerülni a keresztbe jövőt. Itt meg, hogyha ő is elveszi a gázt, akkor ugyanúgy értek be, és ugyanúgy eltaláljátok egymást. Úgyhogy itt csak keményen lehet. Na. Na jó, haverok, mehetünk. Én ready vagyok. És akkor még innentől egy perc van hátra, és ha az a két ember ott beredizne, akkor nem kéne megvárnunk ezt az egy percet, de mint a korábbi streamekből is láthattátok, ez nem szokott összejönni. Na. De! Na! Gyerekek! Jééééé! Ott egy balta a tetején! Hé, menjél arrébb! Ha fordítanád a kormányt, akkor kanyarodnál, bazd meg! Azért ebben a hátsó kerekesben van egy kis craft. Kicsit túl sok. Ne farolják ki! Passz meg! Nem mondanám, hogy jól esett.
fordulj már, az Isten verje meg! Áó! Na jó van már azért! Elég lesz, gyerekek! Hát nézd, hogy néz ki az autó! Szólok a biztosítónak! Critical damage, jó! Csak már az autó se úgy akar menni, ahogy én akarom. Előre! Már kanyarodni se akar! Köszönöm a győztes! De kár! De nem végeztek ki minket teljesen. Azért már az is egy pozitívum. Az ott miért tolja a másikat? Takedown assist. Ah! Francba. Nagy gáz, kis szerencse. Baltásgyilkos, hát az volt, az nem kímélt. Szépen tereld a vénest. Hát, kicsit sok volt a lóerő tény. Nem vagyok ezt hozzászokva. Hú! De elég durva, tehát nagyon ellen kell tartani a hátsó kerekesnek. De hát basszus, láthattátok, hogy bal kanyarult és jobbra állt a kormányon, mert annyira ellen kellett tartani. Oh. Na. Jó kis hegyi pálya. Vagy mi ez? Redik vagyunk. Ja, nem megszokott. Gokartnál nincs ekkora craft. Hát, amikor pályautóval megy az ember. Meg hát egy 1-4-es Opellel, ami első kerekes. Nagyon nem tapasztaltam meg ilyet az utcán, úgyhogy... Na, ki nem ready még? Gyerünk már! Nyomhatnál egy gombot. Ready! Na, mondom. Akartam kérni! De mit csinálsz itt előttem? Elzárja az utat. Mindenfele csak törmelék van. Szia! Szia!
Azért megy a buli. Hát te hülye vagy! Melyik a 9-es gomb, az meg? Ertúr eszed, az meg. Hát ez... Ez kizárólag kivégezni jött. Ihá, így kellett. Beépített 360. Szevasz! Na még egyet! Kanyarban ne fékezz! Nagy gáz ellenkor! Szerinted mi a fasz csinálok? Hülye vagy? Puhány vagy, Manci, neked is mások kéne elfordulni. Hát de nincs, ott a kanyarban más! Basszus! Oh. Hát ja, nem voltam utolsó, még a végén tudtam egyet-kettőt előzni, de hát basszus, hát itt ezen a szerveren tényleg nincsenek szabályok. Na, ová pálya, itt az IndyCar, gyerünk. Vagy inkább NASCAR ezekkel az autókkal. Hú, de ez a verda nagyon nem tetszik így nekem. Megyük a kis rakétával. Lehet, hogy gyengébb kategória, de... Talán jobb lesz nekünk. Ne károgj annyit. Kapd be! Jó, most próbálom jobban oda tenni magamat. Lámpalázas vagyok, tudjátok. Dehogy vagyok. Na. Egy perc a rajtig, hölgyeim és uraim. Egy perc a rajtig. Azt hiszem gyors menet lesz. Hát. Bízom benne, hogy nem. Tehát, ha nem szembe jönnek, akkor talán nincsen gond. Sosem versenyeztél még. Hát. Azt sem tudom, mi az. Igen, még ezt a 23 másodpercet kivárjuk. De azért van egy-két ember, aki mondjuk gyengébb autóval jön például C kategóriásra. 5... 4, 3, 2, 1. Pol pozíció! Na, anyátok! Mi ez a lap, gyerekek? Mi van itt? Na jó, nem tudom, mi történik. Ez így cuki?
baj, akkor szépen végigurulunk rajta. Na jó, gyerekek, itt nem tudom, hogy mi történik. Néha oldalasan megy a kocsi. Tehát itt szerintem a srác, aki a host, az valami 486-osan játszik, vagy lövésen nincs, de... Ez valami nevetséges. Volt egy-két ember, aki közben kilépett, úgyhogy valószínűleg a szerver szar. De nem baj, nézzünk egy másikat, ha most ezen nem újjam. Persze, ha az ember pole pozícióban van, ennek kell történnie. Ez nem volt jó moment, tényleg. Na jó, akkor nézzük egy másik szervert, vagy most maradtunk ezen, vagy most mi a franc van ilyenkor? Mondom... Igen, exit to main menu. Ez lett volna a kérdésem elsőre is, így van, na. Te ezt tudunk csatlakozni, akkor join. Itt egy kicsit többen vagyok, itt már vannak bent 19-en. Közben üdv mindenki, akik is csatlakozott. Most derbizni próbálunk, hogyha nem olyan szervert fogunk ki, amelyik laggol, mint az állat. Tehát... tehát mivel a stream megy, nem az én netemmel van a probléma. Meg attól még nem ilyen akadozó ment volna az én autóm szerintem, de mindegy. Na! Kezdünk is, hajrá!
Lost connection to the server. Egyre jó. Akkor nézzünk egy másikat, hát. Basszus, van egy pár még. Megnézzük ezt. Vagy most csak a Wreckfest akar minket szivatni. Vagy az ottani szerverek szarok, vagy nem tudom elképzelni mi van. Itt azt mondták, hogy C-kategóriás autókkal kell menni, úgyhogy megyünk a jó beválta. Na, addig spectateljünk egyet, nézzük mit csinálnak. Az milyen, amikor a csávónak alapból az a neve, hogy Rekt? De a spectét nem szaggat? Úgy látszik, már ennek is örülni kell. Mennyi van a versenyükből? Ennyi volt? Yeah! Ó, egy kedvenc pályám jön, és a kedvencemet értsétek így. Hogy fogalmazzak? Ez is ová pálya, de mint láthatjátok... ugyanúgy jön vissza, hogy elmész, tehát egy idő után szembejövő forgalom lesz. És itt kicsit nehéz túlélni, maradjunk ebben. Ezekben a játékokban egyébként csak ezt a várakozást utálom. Meg ha egy ember még nem autót választana most jelenleg, akkor már játszhatnánk. Na, gyi! Most ugyanott vissza! Na, kinézzük a belső ívet. Kösz! Akartam kérni. Két HP-ja maradt az a ennyi. Jó volt, nem? Istenem.
Kellett nekem előmenni, hát hol menjek? Hátul! Hát de nézd meg, mi maradt ott a pályán! Ott a fél mezőnek annyi! Egyébként is basszus, az is baj, ha a végén megyek, az is baj, ha elő, most már döntsétek el, mi legyen. Menjek középen? Ezt klipbe kérjük, vagy ti is tudtok klipet csinálni egyébként, tehát... Ott a klipkészítő funkció, nyugodtan lehet használni, de... Ha nem csináltok, én csinálok belőle a végén, az biztos. Itt van Twitch-es barátunk is. Adom meg a kanyarokhoz, mert valószínűleg ott történik az akció. Látod, egy drónnal kenem. Hát azért maradt itt pár alkatrész, mit ne mondjak. Sziasztok, hogy tetszett? Neked látom, nagyon tetszik. Hello. Ott voltak ikrek is. Na, még így sem lettem utolsó. Szerintem ez teljesen pozitív. De jó volt ez! Ó, jaj. Na jön egy rendes roncsderbi, gyerekek. Úgyhogy itt most... Meg kell próbálni úgy... törni az autót, hogy azért a sajátunk kevésbé sérüljön. A Twitch klipek között van olyan, amikor... Pont egy ilyen Demolition Derbyt kezdek, és hát az egy perces klipbe az is belefért, amikor végeztem. Tehát így három ütközés után vége volt. Úgyhogy ennél most próbálok jobb lenni, tehát hogyha már három ütközést túlélek, akkor jó van. Lehet ilyenkor választani pályát, vagy amit dob a gép? Szerintem amit a host kiválasztott, hogy mik legyenek benne. De, tehát én nem tudok rá befolyással lenni, szerintem az admin tud. De még nem csináltam szervert itt. Mindenki beszerezné ezt a játékot, akkor csinálnék szervert. És akkor játszhatnánk egymás ellen mindannyian. Na, az lenne a buli szerintem. Gokárt helyett már izé lesz. Breakfast. Mennyi a játék? Hát, figyelj! Nem akarok hazudni, de... Nem tudom. Akartam köszönni. Szevasz! Nem kell ez ide! Nem kell ez ide! Volt benne egy hármas táska. Nagyon törik az autó, basszus, már megint. Áh, majdnem elkaptam. Picsába. Szemét! Kösz, kerekem is kiszakadt. 8. top 10.
30 euró, de nem tudom, instant gaming-en szerintem olcsóbb. Azt meg is nézem nektek, hogy mennyi instant gaming-en. Anyád, tudnék írni. Na. Hát igen, ott 28,50 €. De... nem tudom, szerintem megéri. Én legalábbis nagyon jól lesz tudok vele szórakozni. Na. Pont a végre értünk oda. Egy diszkrét kis... puszival. Mindenki beszerezni a játékot, jövőre ez lenne a házi bajnokság, nem kell bukósisak, nem kell kamera, tiszta ügy. Hát nem, sima ügy. És lehet keménykedni, mert lényegében erről szól a játék. Na, jön még egy normál pálya, Rosenheim Raceway. Germániába. Na. Na. Ready, mehetünk? Á, Steam-en 45, igen. Nem tudom, én is akkor vettem, amikor akciós volt, mert mondom, a 45 azért tényleg sok. De elmondom, instant gaming-en 28,50, úgyhogy az egy fokkal jobb. Figyelj, olcsóbb, mint egy PUBG. Na, sok az autóválasztás, gyerünk! Gyi, azt a B kategóriásat cseréld le, meg ki fog bannulnia. Fővezér. Na, azért. 9, 8, 7. Az a másfél euró és másfél euró. Azért, ne legyünk tehetetlenek. Tudtam, hogy jöttök még. Te hol voltál? Szépen belül, sziasztok! Köszi, hogy jöttetek! Sok! Erre rövidebb! Picsába! Semmi gond, megyünk tovább! Motoráztető nem kell. Az első kerék így gyári.
igen, a 45 azért sok érte, de... El lehet benne szórakozni szerintem. Hozzá se értem. Tizenegy. Nem baj. Igen, egyébként célszerű beállítani. Nekem is van egy csomó játék kívánságlistán, aztán mégse veszem meg, ha akciós, de legalább a tudat megvan, hogyha le lesz árazva, akkor egy szép napon megveszem. Random alert. Ez a pálya még jobban néz ki. Nem tudom, mi a jobb taktika, tehát valahogy ki kéne maradni az elején a pütypugyból, viszont akkor meg lemaradok, tehát most vagy el kéne szöknöm, amire nem tudom, mennyire van esély, bár mondjuk, hogyha jó rajthelyről indulok, akkor nem lehet probléma, de... De nem tudom. Egyébként... Krieger, neked van valami játékod egyébként, ami mondjuk megvan a Steamről? Csak azért kérdezem, hogy hát ha van valami, amit tudunk nyomni. Én igen, örülök, hogy bejön ez a játék, szerintem nagyon jó. Szélesen kéne menni. Szélessel az a baj, hogyha belül ők egymásnak esnek, ugye a erőhatására ugye kifele sodródnak és kint vernek telibe. Tehát ezért lenne jobb minél jobban belül lenni, csak ugye ugyanúgy ki tudnak forgatni. De belül nagyobb esélye van túlélni, mint kint. És most belül leszünk az első kanyarba. Neked! Akkor se engedlek el! Két keréken, ez az új stílus. Bocsi, geci voltam. Ninjának hívták a srácot, remélem nem az a ninja, akire én gondolok. Bár az nem hiszem, hogy ilyennel játszana. Jiii!
Most nem jött össze két kerékem. Őt akkor se engedem el! Úgy Joker! Ultima volta! Ez kár volt. Őket még valahogy jó lenne beérni. Madárka nyert. Na gyerünk! Hiába ugrálok, ez nem gokárt. Basz meg! Van egy probléma, szerintem kiszakadt az első kerekük, így van. Menjél! És ott a cél, vág, ott a cél! De a haveruk se ért be, ő is ott szenved. Basszus. Ez a srác fönnakadt a sziklába, nem tudtam elkerülni. Ez a karma, azért már megpörgöttem a srácot szerintem. Jó van. Jaj, basszus, ez jó volt. Hasonló jókat vasárnapra. Oké, de te akadsz meg előttem, jó? Előttem. Ugyan, kérlek. 8-as pálya jön megint. Szerintem az, amin már egyszer mentünk egy másik autó. A sok lóerős autóval. Remélem három kerékkel is megy. Dolgoztam gokárt pályán, tudom milyen, amikor kiszakar egy gokárt kereke. Nem a legkellemesebb. Mi a faszom van már, hogy állandóan fütyül ez a telefon? Ki az és mit akar? Szeretem a Twitch értesítéseket. De miért van hangja? Nincsen hangja most már. Látom ám, hogy gagyi kormányon van, Kercsi. Látom ám. Hát basszus, hát valakinek 15 éves kormány jutott, hát... Én ezt szeretem, van rajta elég gomb. Lapátfülök. Más nem is kell, de most miért nem indul a szerver? Ez jobban érdekel, de még egy perces visszaszámlálásra indult el.
Force feedbackes, de a force feedback az már csak tájékoztató jellegű. És akkor szerintem politikailag korrekt maradtam, mert minimálisan ellentart, de szerintem már csak azért, mert csak, de egyébként ammár a multi. Hát most jelenleg nincsen ilyen 70-80 ezre egy normális kornányra, úgyhogy marad ez a kis drága jószág, ami 15 éve volt 9000 forint. Na, ez a sima Driving Force PlayStation 2-höz volt. Ott egy hotdog! Maradjál! Nem lesz ez már egy hosszú életű játék. Nem tudom, ki találta ki ezt 8 körösre. Örülök, hogy olyan veszekszik velem, bazeg, akinek ugyanúgy kevés maradt az autójából. Hú basszus! Ez meleg volt! Bassza meg! Hát figyelj, a billentyűzeten nem tudom milyen az irányítása. Úgy nem próbáltam. Ilyen Xbox controller-rel próbáltam még. Ezzel viszont nagyon baba, tehát az előző streameimet mind ezzel csináltam. Hát Krieger, nem tudom, hogy a kocsiban lévő kormány jó lesz neked erre a célra, de egy próbát szerintem megél. Ketchuppal, mustárral. Nem tudtam megszerezni a hotdogot, pedig annyira kellett volna. De most ennék egyet. De jó lenne. Na, de közben nézzük, hogy kik a túlélők. Ja, bazzik, ekkora batárral persze, hogy nem törik össze. Egy ilyen extra védelem van az autóján, de úgy látszik nem tud normálisan menni. Tehát ha álló autóba megy bele, akkor ott problém van. De szerintem véget is ért a verseny. Pedig már tök jók voltunk, ott voltunk a negyedik helyen. Csak hát ezen a szerveren a törés realisztikusra van állítva, tehát tényleg
kevés ütközéssel is elég gyorsan le lehet jönni az életről. Back to lobby, thank you. Ó, az biztos, tehát itt nagyon jó karosszéri alakatosok vannak ebben a játékban, tehát elég gyorsan át preparálják az autódat. Na, 8-asról 8-asra! 88. Közben üdv mindenkinek, aki még csatlakozott, és nézi, ahogy a biztosítónak csinálunk munkát. Na, ez az a része a játéknak, amit viszont nem értek. Mert van ebbe a játékba csapatjáték is, ahol ugye szépen beosztanak téged csapatba. És nem tudom, hogy mi szerint gyűjtöd a pontokat. Tehát lehet, hogy itt miközben töröd a másikat, vagy köröket teljesítesz, kapsz pontokat. De még így nem jöttem rá a lényegére, tehát ezt most így együtt fogjuk megfejteni szerintem. Na, utolsó redik. Na, gyerünk, tech! Csapassad! Pipált ki a játékot! Ó, ez a kedvenc pályám! Ott a hotdog! Gyere ide! Gyere ide! Ezen a pályámban már mentünk egy offline versenyt, úgyhogy nem újdonság. Áj, nem akartam ennyire kisodrodni. Jó, a Twitch gyerek! Ha. Köszöntöm szépen! Szereteted, megható és támogatásodat köszönöm még egyszer innen. Remélem elvisz, ez az instant karma. Átférünk, semmi gond. Menjél! Picsába. Nem akartam eltalálni, mert látjátok, már lement az autó HP-jának a fele. Pedig itt most túlélni kéne, de hát ahogy nézem, a többiek valószínűsíthetőleg a mi csapatunkból halnak. Mert nagyon elhúzott a piros csapat. Nem! Hotdog! Nem leszünk így jóba. Itt bőven átférünk. Na, most viszont felhoztuk, nem tudom, mi történik. Ennyi? Oh.
résen kell lenni. Átférünk! Hangosan mondom, így lesz. Na? Futamgyőztes van, de vajon a csapatversenyt kinyeri? A kékek vannak előrébb, tehát mi? Holt verseny! És 2.80, na! Honnan tudod, hogy kivel vagy? Igen, ott a nevük alatt van a színjelző. Na, mi lett a result? Ki nyert? Melyik csapat? Mi van? Sose tudjuk meg? Oh! Mi csapatunk nyert? Egy ponttal! Egy ponttal! Gyönyörű! Azért ez akkor kiegyenlített volt. Pedig félúton azt hittem, hogy azért itt durvább lesz a helyzet. Oh yeah! Na! Akkor megyünk még egy ilyen pályásot, ahogy látom. Egyébként már még bekészítettem egy Forma 1 2018-at is játszani, de egyelőre még nem akarok váltani, még élvezem. Meg ahogy látom, nektek is tetszik. Úgyhogy zúzunk még egy kicsit. Értem. De figyelj, én letudom itt. Majd a kart farmon te kapod. De igen, nyugodtan ki lehet élvezni a pillanatot, ahogy engem szézúznak. Na. Brogi. Mi van, Bogi, megvetted? Értem, ott valami hiányzik, tehát... Van valakinek egy pótkerék? Nem baj, itt maradunk akadályként. Egyébként hotdog nagyon vágja, tehát az előzőnél is elő volt végig, úgyhogy... Nem tudom, ki ez a hotdog, de... Nézzük őt! Ugye? Szerintem nem ezzel a szériával jött ki ez az autó. Egyébként Krieger, tehát már így is van kedvetek engem ott zúzni, tehát minden futamon kb. Én vagyok az, aki megkapja az égi áldást, valahogy Kercsit mindig kihagyjátok, most egy kicsit fókuszáljatok rá, légy szíves. És igen, nincs ki mint a négy kerekem.
Srác nagyon keni. Basszus, az egy pálya! Én azért mindenhol kapom. Hát itt meg mi történt? Azért az az első kerék se így kell, hogy álljon. Azért az a bal első meg van hajolva egy picit. De ebben a játékban hol lehet ilyen hotdogot szerezni? Esküszöm, kell! Hát mennyire király már! Na, finish van. Futár, sietnie kell a hotdog. Á, per, kihűl, hát ugye vagy? Törődünk veled. Köszönöm, lemondok a törődésről, ha ez az ára, úgyhogy nyugodtan. Oldjátok meg. Van olyan futár, aki hotdogot szállít ilyenkor? Mindjárt intézek egy netpincért. Na gyerünk, írjuk fel a pontokat. Gyűjtjük a pontokat, olcsóbban vásárlunk. Allé, hopp. Következőt kérem. Ínyenc pálya jön, úgyhogy kérem szépen pattogatott kukoricát bekészíteni, nasi, minden legyen. Nekem csak le kell mennem a sarokra, ha hotdogot akarok. Remélem ebben minden benne volt. Akkor jó van. Ha te is, akkor jó van. Na, ne sikoltozzunk ennyit a fülembe. Mindenki magát ready-be tegye be. Na végre! Tök jó, hogy már itt várunk 2 percet csak arra, hogy elinduljon a 60 másodperces visszaszámlálás, úgyhogy... Még Brogira várunk. Az tényleg nem te vagy? Nem vetted meg? Menjünk erre! Mit akarsz te? Hát lenyomlak a pályáról! Szevasz? Na igen, ez a pálya is keresztezi egymást szemben.
Itt a baltásgyilkos! Ez nem esett jól! Hát milyen alakja van a kocsinak? Te szent szar! Te ekkora batárral nekem jönni! Ne ér hozzám! Ne ér hozzám! Hozzám ért. Ah. Ez B-Rogi, ah. Én Max Blogi lett. Az Blogi vog. Ahogy Manci, nézem már egy ideje a Verdákat, nincs abban valami, hogy nagyobb jó? A nagyobb, az erősebb, meg strapabíróbb, viszont ugye lassabb is, tehát valamiért. Nem tudom, a kis fürgéket szeretem a játékban, csak nem minden szerveren van mondjuk reálisra rakva a törés. Tehát itt a reális azt jelenti, hogy tényleg, mit látjátok, kétszer-háromszor hozzám érnek, és már kereket elhagyok. Széjjel zúznak, mint az állat. Meg mit látjátok, ez van akkor. Már ő is kerék nélkül megy. Nem tudom, nagyobb autóm nincs még megvásárolva, tehát saját autóim között nincsen nagy. És hát ugye azért jó mindenki, hogy a saját autójával megy, mert ugye abba tud tuningot rakni, és hogyha már van benne tuning, akkor természetesen gyorsabb is. Tehát hogyha most én kiválasztok egy nagy kombit, de hát végül is kiválasztok, tehát ezen nem újjék, akkor ugye minden alap benne. Tehát olyan lesz, mint a téglával megrakott izé 90-valahányos F-asztra. Tehát megy, de hát az nem minek. Na de nézzük akkor. C-ből melyik? Na akkor nézzük meg ezt. Nem tudom, hogy ment három kerékkel, lehet, hogy még megvolt a lendület, azt akkor hagyta el, nem tudom. De hogyha megállsz, nem tudsz indulni három kerékkel. Hát vagy ügyesebb, mint én, hát nem tehetek róla, basszus. Na, most kiválasztottam egy nagy családi kombit. Ovál pálya Indy Air. Lenne a chatben, tényleg megkérdezik, hogy valaki ki lesz bannolva, vagy hogyha fordítva megy a pályán. emberek. Na.
Akkor is én vagyok az erősebb. Hát utolsó érem őket. De elsősorban látom az akciót, tök jó. Köszi. Na ennyit tud ez az SUV. Tehát jó, lehet, hogy strapabíró, de ennyit tud. Tehát utolsó értem őket. Hát igen, úgy tudok nyerni, hogyha mindenki kiesik. Tehát ezzel nincsen gond. Csak nem szokás annyira. Jó, a következő pályát még megnézem ezzel a Verdával, az biztos. Ó. Oh. Kis érdekes pálya jön. Jó, igen, mondjuk ez igaz, tehát ki kell kísérletezni, melyikre jó mi. Például a rendes roncsderbikre arra kiváló ez a nagy batárállat, mert ott az úzás a cél. De lehet, hogy mondjuk egy ilyen jellegű pályára egy kicsi fürge lenne jó, de most csak azért is még maradok egy kört ezzel. Meglássuk, mit tud. Igen, Kercsi, szerintem is így van. Tehát a 8-as pályákra jó ez a böszme. Le grande böszme. Olé. Na, még ninja kocsit cserél. Na, még ki nem ready? Utolsó erre! Azt a kurva mi van itt! Nem láttam, merre megy a pálya! Karma! Na, kinyírtam! Take down! Na, lesz ebből top 10 szerintetek?
Nem hiszem! Ez a zöld ki minden áron ki akar nyírni. Akkor mennyi előre? Érted? Mr. rendező autója van. Még a végén a top 10 is meg lehet. De most ez a csávó megint padlógázzal belénk fog jönni. Vagy nem? Top 10! Na, így kell 2 HP-val behozni az autót, szépen megkímélt állapotban, úgyhogy yes! Szia Barni! Üdv! Na, ha megjavult a Twitch, akkor király! 10. voltában. Hát ennyi! Nem bírja a zöld a család. Bírja, nem bírja! Saját magának okozta a vesztét. Azt a mázista egyedet. Nem, ez hímes tojásokon való lépdelésnek hívják, tehát... Biztos kicsit bevállalósabban megyek én is a végén, hogyha nem kapok egy ilyet oldalról. Vagy még a tengelyem körül is megfordulok a levegőbe. Tehát a fék gondolata nem volt a fejében, tehát az olyan szintű padlógáz volt, tehát csodálom, hogy nem szakadt ki bármi mindene. Ez egy kis nyugger, hát ennyi. Mondjuk igen, könnyen kezelhető. Csak böszme. Lomha szarnak is. Mondhatnám, de én ilyeneket nem mondok. Can I buy another car? Na jó, van, redizetek gyerekek, aztán... Csapatjuk. Atya úristen! Nem kell olvasni a csetet, az a lényeg. Na, utolsó előtti helyről. Haladunk. A zöldnek, itt a bosszú, te kis köcsök! Már elnézést! Mr. Nobody! Welcome to the jungle! Házigazdát közrefogtuk!
ennyi! Igen, úgy feng shui szerint át lehet rendezni a pályát. Az utastérben lévő lángcsóvák azok csak a fűtés. Bármennyire nem látszik, ez Oroszországban van és hideg van, tehát kell a meleg. Persze, egyébként tudunk olyat is csinálni, hogy csak magunknak egy szerver és lejel szavazni. Tehát, hogyha mondjuk mindenki megvenné, akkor játszhatnánk csak mi. Krieger, vegyél az utastérből, ott van elég. Most. A következő körre azért autót váltok. De amúgy mit szóltok? Még egy top 10. Lassú, lomha, igaz kemény, de így azért így be lehet vele osonni a más, azért tizedik helyre. És kinyírtuk Mr. Redet, tehát a többi az nem is számít. Majd hozok a zsebemben, Krieger, ne aggódj, viszek. Jó lesz. Minek neked tűz? Jut eszembe. Már csak úgy. Érdeklődés céljából. A kis lomha behozott a top 10-be kétszer is. Hát, be. De. Tületek vagyok kíváncsi rá. Válts csak autót, vagy ne válts csak autót. Az lesz, amit ti szavaztok meg. Kíváncsian várom, hogy mit választottok. Oké, egyik nagyobb szedán. Na, ilyennel még nem mentem például.
Nem, ezt akartam! Na, megnézem ezt. Lesz, ami lesz. Csúnya volt. De ez a baj az alapverdákkal, hogy az egyenesben mindenki ott hagy, mert már mindenki szarrá tuningolt a saját. Na ez gyönyörű volt! Én vagyok a hülye, hogy fékezek, tényleg. Olé! Köszönetem! Tuningolnám, csak azt nem tudom, tehát ahhoz nekem magát az autót meg kell vennem, ugye úgy, hogy kilépek a multiplayerből, megveszem az autót, telebaszom mindenen, amin van, és csak utána tudom használni. Tehát ez nem úgy megy, hogy itt most kiválasztom, és akkor ennyi. Tehát itt csak az alapmodelleket tudom kiválasztani azokon kívül, ami nekem van. Nekem viszont nincsen ilyen nagy batár állatom. Tehát azért mentem eddig is a másik csíkos autómmal, mert abban már benne van minden, ami jelenleg számomra ezen a szinten elérhető. Tehát tuningolnám én, ha lehetne. Hát figyelj, akkor... nem ezt akartam. A bazos, még véget ér a verseny, nem tudok kiszállni. Majd akkor ezután a kör után kiszállok, és akkor megnézzük, hogy milyen a Verda vásárlás, vagy meg cicomázás, úgyhogy... akkor mindjárt megmutatom őket, csak érjen véget ez a verseny. Még mindent talán én se tudok arról, hogy ugye miket lehet benne erősíteni, de ugye ahhoz minél többet mész, ugye szintet lépsz, nem figyeltem, hogy most 24. vagy 25. szintűek vagyunk, és hát ugye van egy csomó dolog, ami csak egy bizonyos szint után unlockolódik, tehát akiknek már ilyen tényleg szétcicomázott verdája van, meg lehet, hogy hotdogja, az már kőkeményen tolhatja egy ideje, és már nem tudom, milyen szinten lehet, de most megnézzünk mindent akkor. Csak érje már véget a verseny. Mi van már? Na, ez is egy jó példája volt annak, hogy hogyan parkoljuk le az autónkat. Hú, ha lehetne burgeres autó, tök király lenne, vagy egy nagy pizza szelet így végig az autón. Hú, de király lenne.
Emberünk az utolsó kanyarban dobta el a második helyről. Aztán beért ötödiknek. Na. Na jó van. Akkor most megnézzük, hogy mit tudnak a kocsi műhelyben az emberkék. Back to lobby. Na, back to lobby. Na, 21. szinten vagyunk. Gondolom 25-nél már megint unlockolódik valami, de hát ugye addig még tolni kéne, tolni kéne. Na, itt a garázsban, itt vannak az én autóim, a market, ahol tudunk autót venni, tuning, upgrade, minden van. Jó, nézzünk egy autót első körben. Ez például egy B. Nem tudom, nézzünk egy C kategóriát, mert azt ugye ebben a, vagy ezen a szerveren tudjuk használni, ahol voltunk, és már többször is belefutottunk ebbe a szerverbe. Jó buli, nem ez. Na, ezzel mentünk az előbb, vegyük meg ezt. Jó, megvettük, és akkor nézzük, hogy abból mit tudunk csinálni. Nézzük össze az upgrade-eket. Tehát ebbe ez a legelérhetőbb motor. És ugye itt ezeken a kis mi a faszom? Kis skálákon látjátok, hogy ugye mit változik. Tehát az, hogy erről a motorról átálltunk erre, az majdnem a duplája a teljesítménynek. Tehát ez már egy előrelépés, és hát ugye ez lenne a csúcsmotor. Bár most itt hirtelen ezt a motort belerakva már át is léptünk B kategóriába, tehát igazából basszhatjuk. Mindegy, nézzük a performance-t, toljuk be az meg, ameddig lehet. Csinálunk belőle akkor egy A kategóriásat. Ez a max. Hajrá! Mindenbe belerakjuk, amink van. Max. Ameddig a készlet tart. Gyertyák, az is egy ezres. Van pénz Dellára. Motorblokk. Na most performance-ba mindent fölhoztunk maxra, ami elérhető. Armor. Ja, bízunk vissza. Hogy a rohagy meg? Na. Na. Ja, upgrade hülye. Sorry. Még nekem is szoknom kell. Armor. Tehát első lökhárítóból a legdurvább. Oh! Marad. Ez marad. Hátulról. Ez a legkeményebb. Nem baj, orbótlan, megvesszük.
Bukócső. Hát igazából egy ezresbe kerül, és csak egy tizedet erősödik a Verdánk tőle, tehát igazából jó ez a bukókert, ami benne van. Na ezt látom egy csomó autón, a oldalsó védelmet. Úgyhogy ezt már toljuk is rá. Igen, ott fönt a kredit mutatja, tehát CR kredit. Hát ez igazából csak a sebességünkből vesz el, úgyhogy ilyen ablakkeretet nem teszünk rá. Na, vizuál! What a spoiler! Spoiler akkor is kell, ha szar. Az instant buy. Speciál. Ó, nem. Nem. Á, az a baj, hogy még csak ez a kettő elérhető. Nem tudom, baltát nem akarok a tetejébe. Motorháztető. Hát hűjön az a motor. Ez mi? Front spoiler. Ilyen is van. Na nézd, Mahu E2-t. Na hát az is rá. Elverjük erre a szarra minden pénzünket. Jó. Ez milyen kerek? Hát az... Nem változtat semmit. Jó, hát akkor lényegében ugye az autóra vásárolható cuccokból most nagyjából megvan minden. Nem tudom, hogyha visszamegyünk ugyanarra a szerverre, ahol eddig voltunk, akkor le kell, hogy butítsam a motort, mert akkor visszakitérek C kategóriához. Vagy most maradjak B. Mit mondtok? C vagy B? Visszamegyünk ezekhez játszani, vagy menjek másik szerverre? Amíg ezt eldöntitek, addig én átmegyek a Paint Shopba. Na, ugye ez itt a kis szép tütű. És vannak különböző stylok, amikből ki lehet indulni. De ezek leginkább ugye a feliratokat és a rajtszámokat tartalmazzák. Mighty Remet, thanks for nothing. Ez tetszik, ez a felirat. És akkor ezen belül vannak különböző liverik, tehát van ez a kis egyszerű. Uno cheek. Ez a terepmintás. Egy ilyen felemás, illetve egy másik felemás. És a GP style. Csináljuk terepmintása, de szandalén a színekből. Na, ez maradt fehér.
Az a sárga jó lesz. Á, inkább a kék domináljon. Jó. És akkor ebből csinálunk fehéret. Na, tiszta paca. Apuci pici pacája. És te mit színezel itt? Semmit. Aj. Kár, hogy spoilereket külön nem lehet festeni. Jó. Na, akkor visszabutítom C-re. Jó. És akkor... ezt tudjuk állítani menet közben is. Na, lényegében így csináltunk egy kocsit hirtelennyében. Nem exit game, hülye béna fasz. Ezt kell megnyomni, multiplayer. És akkor most meg kell próbálni megtalálni azt a szervert, amelyiken voltunk. Talán ez. Nem, ez a Norulszos, nem ez volt az. Nem, nem. Picsába! Egyszerűbb lenne, hogyha megjegyezném a nevét. Ha már egy dicsekszem vele, hogy vissza lehet jönni. Megpróbálom azt megkeresni. Ez lesz az. Ott vagy C-klassz. Altrex. És ez volt a Twitch-es csávónak a szervere. Na, join. Gyerünk. Join. Oké, akkor amíg ezt várjuk. Ocsmány, tökéletes lesz. A szépség nem minden. Na, ilyenkor... what is happening? Na, ilyenkor mi van? Istenem. Lehet, hogy kicsit megakadt a játék. No worries, újraindítom. Semmi probléma. Ennyi. Ja, kell egy kis refresh. Oké, mindent tudunk. Ismerjük már a dörgést. Ready is vagyok.
Ők még versenyeznek, de mi már eddig vagyunk. Itt egyébként a kategória betűjele mellett látjátok, hogy azon belül milyen szintű az adott Verda. Csak ugye mások már gondolom egy kicsivel több alkatrészt elérnek, ezért hiába van ugyanolyan autóval, nálam már 164-es szintű. Hát, kanyarodjon az a Verda. Ahogy látom. Hát ja, de jó kicentizik. Basszák meg. Nálam a matek lecke sose volt ready. Na, mondom, még a végén kedvet kapsz. Adunk a top speednek. Forduljon és menjen is. Jobb setup nem is kell. Ready! Ah, itt vagyunk barátunkkal, itt van Mr. Red is. Ki volt a... hotdogos. Lehet, hogy az már nincs itt. És megvártuk. Szávasz! Nyima! Yes! Ezt leszoptad! Igen, egy fokkal jobban megy. De másokhoz képest így is lassú vagyok. Úgyhogy zárnom kell az éveket. De nem tudom egyszerűen. Gyi! Megfogtuk. Pont eljöttünk még.
Na, utcsó kör! Kicsit megcsúsztat. Nyíl egyenes. Áh! Mondom, nyíl egyenesen lefele. Áh! Ez a bird, ez nyer mindent. Negyedik. Na ennyit számít az, hogy mi van az autóba belepakolva. Mert előbb is kb. Ugyanennyire elkerültem a különböző galibákat, és hát mégse tudtam egyébként csak ugye 10-nek a végére bejutni. Itt meg azért jó, egy-két ilyen kis raketba az meg a 164-es autójával elhúzott, de például egy másik Muddinger tudtam tartani, ott mögöttem az ötödik helyen. És ugye a többi autóból is, amiből hiányzik a Kraft, annak annyi. Tehát az viszonylag verhető, hogyha az ember kimarad az elején a különböző ubancokból. Így van, ennyi. Na, ez jó volt. Maradunk ezzel a kocsival. Nem tudom, Kercs, igazából, mert most, amikor elkezdtük ugye moddingolni, az első, amit beletettünk, az a nagyobb blokk volt, és már átugrott B-be. És mindenből, minden másból alap volt benne, tehát nem tudsz szarabbat beletenni, tehát nem tudom, hogy csináltam meg 164-esre, vagy akkor valami más tett rá, ami lerontotta, de nem tudom. Mondom, a motor volt az első, amit beletettem. Majd visszanézheted, de egyébként ahogy az első motor upgrade-et beletettük, egyből átugrottunk B kategóriába. Na minden, mert egyszer offline lehet, hogy elkezdek vele játszadozni, amikor van ugye egy kis időm, és... akkor lehet, hogy szánok rá annyit. De lehet, igen, kéne bele az erősebb motor, csak akkor meg ugye minden másból meg lehet, hogy gyengebb lesz. Hát jelen pillanatában ugye vissza kellett butítanunk C-re. Tehát gondolom akkor az ilyen apró ilyen kiegészítők, mint például a gyertyák, vagy mit, azokból lehet, hogyha visszavennék, akkor visszacsúszna pont még C-re. De jelenlegi állapotában nem akar C lenni.
forgatásokért kapunk pontot. Charlie Firpo. Haha, Firpo. Velem te ne kötekedjél, szolid. Nekem itt ne izmozzon. Szevasz! Ez most egy ilyen keményebb kör! Füvön rövidebb. Beszoptad a célvonal előtt! Igaz, Bogi, nem olvastam, de szerintem elég agresszív voltam másokkal. Hú, ebbe a körbe biztos nem szerettek meg. Egy lolt adnánk. Jaj, hello énekes Krisztóf. Hú. Na itt tetszik ez az úszda, hogy én vagyok a geci. Maradunk ezzel a batárral. Szerintem ezzel az autóval jó barátok leszünk. Aztán pont ez volt az a pálya, csak fordítva, amelyiken 2 HP-val értünk célba. Na gyerünk, redizni mindenki. Ja, azt megnézem, hogy ki az admin, mert azokkal próbálok egy kicsit kegyesebb lenni, akkor erre a szarkalábra vigyázni kell. De a többi kaphatja. Na. Még a rajthely is jó.
landolj már! Hát ezt arrébb tolom. Nem tudom, az a kisgyerek mit az izmozott velem. Oh. Gyere ide! Akkor ne gyere ide! Igen, hagyninokkal vigyázni kell. Na, ő az admin! Na, mégis az adminnal játszunk. Tűzzel! Én nem adom könnyen magam. Mindenki fűvön fordul. Na gyere ide, adminka! Ó, lesz a Dimás! Egyre jobb a kézifék használat. Ez a hosszú kanyar a leglassabb ezzel az autóval. Maradsz! Maradsz! Maradsz, anyám, picsáj! Jó, megérdemeltem, de... Kapja be! Nem kiméljük az adminokat. Jelezni kell, hogy tudják, mi a helyzet. Mindek a kézi fordulj gázzal. Hát azért valahogy meg kell inteni ezt a nagy fart. Farot. Hát jó, hát ebben én is benne voltam, nem tagadom, de... De... Na, hát ez most egy ilyen kör volt, de... Élvezeti értékre jó volt. Tetszik ez az autó így, hogy most így van benne némi craft. Ha tényleg egy kicsit erősebb lenne a motor, jó lenne, de ez ilyen kis játszósnak tök jó. Ovál. Ovára hozzak másik autót?
Hát ezek a többi autóm is szennyehez képest. Maradok ennél, nem váltok. És Zsiguli. Ja, most, ahogy néztem, most, hogy ezt ugye szarrá tuningoltuk, igazából ez a legerősebb verdem. A többi tuningolásához meg azért gyűjteni kell egy kis pénzt, mert most azért elvertünk egy keveset. Na, gyerünk, redizni. Indy 500 van. Igen, Krieger, igazad van, tehát egy másik autóval lehet, hogy ha nem is nem is megelőznek, de szarrá törnek. Az jó lenne, Rose Derbyre Lamborghini. Ennyi a belső ív. Az. Oh. Ezzel az autóval csak túlélni kell, mert hogy látom, a többiek megoldják egymást. Ezt kinyírjuk! Nem én kaptam a takedown-t. Sok hűhó semmiért. Ajaj! Igen, vigyázni kell a belső ível lévő rocsokkal. Itt egy koporsó! Már eltűntek betra a roncsautók, akkor valakit telibe verte. Szegény koporsó. Oh. Ha mellé érnék, kinyírnám. Jó, van, örüljé! Megkönnyítettem a dolgát. És egy hetedik hely. A flat out volt az igazi. Imádtam a flat outot. Még Lampartikon elő-elő kerül, úgyhogy az egy teljesen jó játék. Ebben meg azért van némi áthallás, de nem tudom, nekem ez a Rons Derby feeling, ez kurvára bejön. Na, most itt újabb alkatrészeket unlockoltunk.
Úgyhogy most lehetne igazán még fejleszteni az autót. De előbb megvárom ezt a pályát, mert ez egy vicces pálya szintén. Végén két visszafordítóval, és ezek az egyenes szakaszok, amit itt láttok, ezek ilyen hepehupások. Viszont úgy, hogy a kettő között nincsen válaszfal, tehát hogyha rosszul veszed az egyik hepét, akkor mész a másik hupára. Valaki D-kategóriás autóval akar jönni. Csak az a baj, hogy a szerver az C-only, tehát az biztos, hogy ki is dobják a picsába. Úgyhogy jó lesz a választ egy másik autót. Vagy csinálna valamit, mert addig minket tart föl. Na, csak megvan az az autó. Jó van. Gyerünk. A kecsér is így érzem, hogy ide jó lesz. Köszönöm, köszönöm, és köszönöm. Gyerekek, mi van itt? Hopp! Hopp! Na, egy takedown! Elvégzem a piszkos munkát. Lehet, hogy nem a chatet kéne olvasnom, miközben megyek, de igen, kár, hogy rövidek a futamok. Elkaplak, megöllek. Nem sok HP-ja maradt, de most ezért nem fogom bevárni. Ha őt már nem érjük utol.
Na, ötödik, jó az. Ebben a mezőnyben jó az. Igen, vezetés közben nem mobilozzak, rendben. Igen, szemed a pályán legyen. Krieger, ezt te csak ismered. Főleg ilyen szar földúton. Hát, magyar utak, mit akarsz? Ezen megyek nap, mint nap, csak nem a játékban. Szerintem te ott vidéken is ismered, hogy milyen ez. Na. Köszönjük a krediteket. Na igen, egy kis földes, kanyargós, finom pálya. Dől a lé, olé, olé. Ja, nem vagyok ready. Na, majdnem rám kellett várni. Majdnem magamat cittam. Na, köszi mindenkinek, aki még ilyen késő órán kitart. És nézi, ahogy... A kaszkó porrá lesz. Na. Majdnem teltház van, mi van? Vagyunk egy páran. Ötszáz lesz. Hát... Nem az a kérdés, hogy mennyi, hanem hogy milyen pénz nem be. Látom, merre megy az út. Arra? Jó, a szegény szenvedését azért megoldottam. Természetesen euró. Euró az fontos. Senki nem tudja bevenni ezt a kanyart. Easy-t lehet, hogy kinyírjuk. Na, az is meghalt. Akkor nem kell kinyírnunk. Hát neki is sok HP-ja itt előttünk. Hogy maradt még életben? Menjél már a faszomba!
remélem utol, nem érem utol, tehát... Hiába taposom ki a szemét, és nem akar megdögleni azzal a... durván egy HP-jával. Nem baj, 8. Ja, nagyon akarom, lehet angol font is. Még eldöntöm, jó? Szóval, na. Azért most ki is nyírtunk egy-kettőt, úgyhogy most ez jó kör volt. Mondom, szépen lassan retteghetnek a tanulóvezetők. Most már kezdem magam felgyúrni magam ebben. Na, back to lobby. Adj el a pénzet. Ja. A kecsi többet ölök ebbe, mint PUBG-be. És itt is lehet játszani, hogy csak egy maradhat. Tehát... Fact. Sajnos tudom. De hát basszus, ha a PUBG nem egy futószimulátor lenne, aminek a végén fejbe lőnek, vagy izé... looter szimulátor, akkor nem lenne gond. De egyébként azt hiszem már a test szerveren van gyakorlópálya. Úgyhogy lehet, hogyha tényleg az átkerül a rendes gamebe, akkor a PUBG gyakorló pályát azt szerintem ilyen 0-24-be. Amíg nem leszek Marksman expert, addig ott maradok. Hát botok el, hát... Lehetnek botok, faágak, törzsek, tök mindegy, de valaki kellene azért. Jó lenne már egy kis sikerélmény. Na. Kérném a maradék létszámot, nyomjon már rá a kibaszott Reddit-re, köszönöm. Ready vagy nem ready? Ez itt a kérdés. És... Basszak, hányan rajtolunk egy sorból? Na, fék nélkül! Csak belöktek a falhoz. Pedig gondoltam, hogy most fék nélkül én támasztom meg az egész sort. Találkozunk oda át. Valaki itt maradt. Red, ha hogy vagy? Rég láttalak, csak nagyobb autóval jöttem. Téged, ha bele döglök, se engedlek el. Ja, ott a feje tetején.
Szép, hosszú, nyújtott kanyar. Egy kis sikán. Kézi. Nem! Á, picsába! Téged nem! Red, mintha ideges lenne. Lehet! Bogi, lehet! Válaszom egy határozott talán. De nem engedtem el, bazd meg. Addig kúrtam az agyát, hogy visszaesett a 12. helyén. De mondtam, az életem árán se engedem el azt az embert. Na. Jó. Kiretik back to lobby. Megint kaptunk egy kis pénzt. Na, egyre jobb. 27-68, azért az. Alakul. Egyébként nem olyan durva a gépigénye, tehát azért utána néznék, de nem kell hozzá atomreaktor, hogy fusson. Ennek, ami nekem van gép, ennek a tizedén elmenne szerintem. Na kérem, újabb kanyargos pálya. Adunk itt a karosszéria lakatosoknak feladatot. Jó van, akkor vadászátok, mert biztos, hogy lesz belőle leárazás, tehát... És akkor várok mindenkit szeretettel ide az arénába, aztán toljuk együtt. Na gyerünk! Ó! De merre megyünk? Hát lucky kid, nem voltál nagyon lucky. Azt hiszem Redet a falba állították. Woohoo! Ez jó volt. De már egy ideje nem volt wrecked, úgyhogy... Mondom, tényleg, nem egy szaggató játék, egy notebookon is elfut. Úgyhogy szerintem Bogi még a te laptopodon is elmegy simán. Hát figyelj! Már rég voltam ennyire akcióban. Be kellett magamat dobni.
Basszus, nézzétek, hogy neki a kerekei körül még milyen extra rács van. És nyitva van a tanksapkája. Na ez a rács, ez például baszó, ez tetszik. Meg az milyen bukókeret, ami a hátsó ablakon kijön és a tetőn keresztül megy. Azért valljuk be, ebben az autóban van paraszt tuning bőven. Egyébként eszembe jutott egy alternatíva egymás virtuális öléséhez. Elefes. Krieger, ezt fejtsd ki bővebben, mert ezt most én se értem. Azt a fémes hangot, bazd. Live for speed. Ezt most rohadjak meg, nem vágom. Ezt most tényleg nem vágom. Na jön a Roncs Dervik Battle Royale-ja, azaz a rendes Roncs Derby. Csak egy maradhat. Úgy érzem, most jó a kocsink ide. Jó, Krieger, én sem ismeretek minden játékot. De megígérem, utána nézek. Kercsi, kercsi. Én most itt tanulom, hogy kell kiforgatni a másikat. Suliba, mi GTA-ztunk. Valakihez hozzá kell érnem, valakihez hozzá kell érnem! Kösz! Haha, nem adom olyan könnyen magam. Azt a kurva!
Egy HP, meg se éri fölállítani az autót. Jobban még nem tudják, hogy egy HP-n van. Ah. Két ellenfelem van. De tök mindegy, mert valaki rám néz, már meghalok. Ennyi. De egy HP-val ütközni. Jó, a Reddel mi jó barátok vagyunk. De nézd meg, második lettem. Jó taktika, vagy nem jó taktika? Na, 8-asozzunk egyet. Ó, és ez megint csapatverseny. Really interesting, really interesting. Ó, és Red a Red csapatban van, én a Blue-ba. Egyértelmű, hogy írtandó célpont lesz. Nagy erőnk. Már itt lenne a chatben mindenki be van pörögve, hogy yeah, this race will be enjoyed. Hát élvezetes lesz az biztos, mert szerintem 3 kanyarig jutok. Számoljátok, 3-ig jutok. Azt ne bántsuk, aki egy csapatban van velünk. A kis pirost, azt öljük meg. A kis geci. Áj, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Hogy vagy, Pajti? Gyere ide! Kinyírt a kék csapattársam, basszus.
Ezt visszanézni is rossz volt. Nézzük a kereszteződést. Az igen! Alig maradt autóba az, mindenki meghalt. Na, véget ért. Hát jó, az a keresztirányú forgalom, ezzel nem tudsz mit kezdeni, de hát a mi csapatunk az torony magasan, most kivételesen torony magasan nyert, úgyhogy ez jó kör volt, annak ellenére, hogy milyen véget ért. Ó, kiskör. Kiskör Battle Royale. Én is azt csinálom, itthon nézem a kereszteződést. Hát ott reggel is volt ilyen, tehát én csak megmutattam, hogy mi volt ott lényegében. Mert ott Boginál a kereszteződésben volt egy kis csat reggel, az volt az ébresztő óra. Hát csat itt is volt, csak most észre vettem el a dolgot. Olé! Olyan ready vagyok, mint még soha. Ó, milyen barátságos neved van. Go fuck yourself. Szeretném már érezni, ahogy belém jöttök oldalról, és borul a verda. Én mindenhol autók mennek egymásba. Ez ma ez a nap. Car Crash Day. Szeptember 18. Na, go fuck yourself, már csak azért se nyom rá Redire. De rányomott, akkor nem csak ő volt a hunyó. Gyere ide! Lucky kid! Hol van Red? Take down! Take down! Majdnem. Ott van Red! Hát nincsen kereket, te szerencsétlen! Ennyi volt.
Köszi! Köszi! Nem kapsz el! De én elkapla! Nem kapsz el! Aj! Ki akartam ütni a másikat? Hatodik. Position 6. Egy helyen Red előtt. Na? Na? Red Dead Redemption. Lehetne az alcím. Igen, az lesz, mire visszamegyek a Spectatorra, már vége. Aj, kis pörifori. Easy ellen nem sok esélye van I Am Dave-nek. Mindent megpróbál, és ennyi volt. Sajnos eddig bírta az autó. Köszönjük. Igen, mondhatni, ezek az autók se voltak gyárilag felszerelt állapotban. De hát sok mindent megpróbál az ember, hogy kicsit szebben nézzen ki a verdája, de néha nem jól sikerül. Na, valami hosszabb pálya jön, ahogy látom. Izgi, izgi, izgi. I am very excited. Yeah. És ez is csapatversenyben ráadásul, csapatversenyben. Kíváncsi vagyok, hogy hány csapattársam fogja azt mondani, hogy hát, beléd nem megyek. És most Red a Blue csapatban van. Mondja ő. Mondjuk őt akkor is kinyírnám, ha a csapattársak lennénk. Tehát ez már annyira elharapózott, hogy sajnos fejeknek hullania kell. Na, gyerünk. Annyira beledőltem ebbe a Wreckfestbe, hogy a előre eltervezett F1 2018-ból ma már nem lesz semmi szerintem. Az majd szerintem egy ilyen jó kis hétvégi chill stream lesz. Ha lesz hétvégén stream. Előbb-utóbb megtudja, Krieger, előbb-utóbb megtudja. Mit keres itt egy izé, egy furgon? Hát a faszomé parkolsz ide, hülye vagy? Gyerünk, pirosak! Egymást hagyjuk békén! Miért ugrott Dodó? Bazd meg! Ne gyere belén! Kengero! Ne bázz a társam! Red! 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 Gyere ide! Nem hagytok játszani!
Forma 1 amúgy is hétvégén van. Így van, így van. Akkor így lesz. Nem, Krieger, az már nem 12 HP, az már... Minusz 12 HP. Szerintem ezt a csapatversenyt bukni fogjuk, úgyhogy ez már elkönyvelhető. Na, szerintem az egyik alkatrésze akadt rá. Itt a kocsim! Oh. Hát, nem a chat a lassú, hanem ugye idő, amíg ti meglátjátok a streamet, mert nem real time, tehát azért van egy kis átfutási idő, amíg elküldjük a frankfurti szerverre, majd ti meglátjátok, mi van. Az én szobámból hozzátok olyan utat megtesz a stream, hogy még az is csoda, hogy nem kell hozzá útlevél, hogy nézzétek. Nem baj, akkor is lassú. Te vagy lassú. Motor hangot nem hallunk, de azt, hogy T-train itt árokba megy. Én már ott is egy autó. Na, ki jössz még ma azzal a szarra? Azért szolid verdája se néz ki rosszul. Ott a kocsim, szegény! Igen, Bogi, a tiét ez vízum is kell. Hány kör van még? Na jó, ki van még? Hát te! Nem már semmi. Hát figyelj, így mindenképp jobb a hűtése, az tény. Goose. Csapatunk becsületér hajt, de önmagában ez kevés. Ez is kék. Easy. Atya úristen, hogy néz ki az autó. Hát... 4 kék, 2 piros. Tehát ez szerintem... Ez most szopoda. Nézzük, bejebb van a Bazzik, és az én autóm öli meg! Szerencsétlen fasz. Hogy tudsz menni 3 kerékkel? Látjátok, az én autóm a halála után is öl. Igazi gyilkológép. Na? Igen, ez... csúnya szopás volt így. 158-93. Hát igen. Nem baj, pénzt ezért is kapunk, mindenért kapunk pénzt. Már újra van 11 ezerünk.
Majd szépen elköltjük alkatrészre. Mint real life. Én maradok a kicsi kocsimnál. Kezdünk megbarátkozni. De ezek a csapatversenyek mondjuk annyira nem jönnek be, mert az a baj, úgy, ahogy az elején én se értettem, ők se értik, hogy mi a csapatverseny lényege. Yeah, yeah, woo, yeah, woo, yeah. Ez a közönség hang azért még lehetne egy kicsit jobb. Alright, yeah, yeah, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Na kérem, még pár mazsolára várunk. Hát autóval, de nem fogsz jönni. Jobb, ha tudod. Ez így van. Ennyi. Utcai verseny! Te! Jó ez az autó, kicsit tágas a csomagtere. Gondoltam, csak ezért mutatom meg. Nem tudom, ezek a derékszögű kanyarok valamiért nem tetszenek. Ennyivel gyorsabbak nálam. Most nem voltál Lucky Kid. Törjük az utat. Nem tudom, valamiért úgy érzem, hogy ez az autó nem erre a terepre született.
utcai harc, azaz! Ez az új Street Fighter. Azt kikerültem. Nem elég a betonfalak között tartani, még ki kell kerülni a halott verdákat. Újra bekapcsolt a beépített Kaiha funkció. Ez az, égesd, égesd! Hadd égjen a combom! Na, hatodik hely! Ez az. Azt hittem meghalunk a végén, de hatodik hely megvan. Arra mondjuk még rá kell éreznem, hogy hogy vezessem, vagy hogy érezzek rá az autóra egyik pályáról a másikra. Tehát, hogy egyik pillanatban még ilyen kis földes, sóderes felületen kell ugye végig kézifékkel csúsztatni az autót a kanyarokba, majd aztán megérkezel egy aszfaltra, betonfalak közé, és hirtelen azt tudod, hogy vedd be a kanyart. Jól van. Köszi, Krieger, hogy benéztél. Remélem tetszett. Úgyhogy további nyugodalmas jó éjszakát. Én is szerintem még egy-kettőt megyek, aztán lehet, hogy én is lehúzom már a rolót. Végülis már 3,5 órája játszunk Wreckfestet, úgyhogy ma belelendültünk szerintem. Én meg még azt hittem, hogy itt a játékot váltunk félúton. Yeah. Na, Rule, azt a B kategóriásat marha gyorsan cseréld le, mert nem fogsz tudni elindulni a versenyen. Azaz, changing car, nagyon jó. Dubstep 7. Peter 7. Knoxville. Jó van, vagyunk egy páran. Szegények, ha tudnák, hogy egyébként Twitch-en vannak. Na, előttem egy koporsós. Ez az szép volt. Nem mondanám kíméletes rajtnak. Nem baj, innen lesz még szép a top 10.
Milyen autónak van ilyen hangja mögöttem? Atya úristen, mi van itt? Aztán itt egy centin múlott. Piroska! Atyaék, gyerekek, mi van itt? Én nem csinálok semmit, és ezek ölik egymást körülöttem. Köszönöm. Nagyon kedves. Én már kis szöcske akar velem kezdeni valamit. Á, nem találtam el. Szembe jött! Bazd meg! Ez csúnya volt. Jó, hát 11. 11, ez is több, mint a semmi. Megnézted fentről, milyen aki. De persze, hát azért én is kíváncsi vagyok, hogy amikor nézők mondjuk milyen szemszögekből láthatják a pályát, és hát azért a szívügyem az, hogy mindent lássanak, ami fontos, úgyhogy igen, meg kellett néznem, hogy milyen fönt. Na jól van, szóval... Még egy ilyen érdekes 8-as pálya. Még egyet vagy kettőt megyek. Aztán... Elég, mert az anyagi kár jelentős. De holnap meg dolgozni kell menni, hogy kifizessem. Na, gyi, gyerünk! Na szóval... Ismét egy olyan pálya, ami keresztezi egymást, viszont nem ilyen sima 8-as, hanem ugye ez ilyen kanyarokkal tűzelt, úgyhogy azért ez kicsikét érdekesebb lesz, mint a többi. És valahogy most szeretnék nem oldalról telibe kapva lenni. Meg én is akarok más telibe kapni oldalról, mert azért az mégiscsak hazabassza az autót. Én pedig célba akarok érni. Atya Isten, lent mi zajlik itt a chatbe, bazd meg?
Na de, mindenki nyugodja le a picsába. Barátom! Nem is kell redet büntetnem, bünteti az élet. Hát ez rendet rakott itt előttünk. Nem csíped meg a seggemet, T-Train, inkább menjél! Mi most célba akarok érni? Valaki kerék nélkül maradt. Na ezen a pályán nagyon lassúnak érzem ezt az autót. Itt a kereszteződés. Woo! Jó, hogy nem hárman jöttök, bazd meg belém. Ez csapatmunka volt. Ne akart pördíteni, csak kicsit nehezebb az autóm. Szia Kercsi, köszönöm, hogy néztél. Én is szerintem még egy utolsót megyek ezután, aztán annyi mára. Ötszáz lesz. Már mindenki 500-at kér, mert nem maradt pénzem. Napá! Jó van. Na, mi meg még menjünk egy utolsót. Aztán hadd szóljon a ház. Na gyerekünk, back to lobby. Köszi a pénzet. Na ez pont 530 volt. Elutalom. Na, kíváncsi leszek, hogy milyen lesz az utolsó pálya.
érdekes. Nem tudom, mire hasonlít. Debil alakú pálya. Ezzel zárunk ma. Úgyhogy remélem nem az első kanyarig jutok és regd. Na kérem. Üdv mindenkinek, aki még kitartóan nézi az anyagi kár okozást személygépjárművel. Ez lesz a záróverseny. Úgyhogy remélem jó helyen végzünk azért. Valahogy mi méltó búcsúval. De azért volt már egy-két jó eredmény, tehát a sima roncsderbin volt egy második helyünk, volt negyedik is, dobogó mondjuk más nagyon annyira nem volt, de azért top 10-ből azért akadt egy pár. Azt leszámítva, hogy eleinte azért nagyon sokat meghaltunk, mert úgy döntöttek, hogy apró színes filmet csinálnak a kocsiból. Na, pont a közepéről! Megtámaszkodunk! Azt én is arrébb teszem. De nézzek, három vagy négy ember is volt, bazd meg, aki nem is fékezett. Csak most jó helyen voltunk. Az egy 92 HP-ja van még a kocsinak egy ilyen tömegmészárlásba. Fa! Szombat! Ezt magadtól csináltad? Gratulálok! Kicsit ráéjesztettem. Na, még a 10-be azért föl kéne hozni. Top 10-zel akarok zárni. Hát ez meghalt. Sorry. Ez most megzavarta a kanyarvételemet. Jó, akkor húzd végig az oldalát, te parasz.
Ace nyerte az utolsó futamunkat. Hát top 10 nem lett, de a mezőny kellős közepén vagyunk. 12. hely. Ez is valami. Yeah. Hát Red is mögöttünk van, hát mi számíthatna más utolsó futamként? Szegény ember nem is sejti, hogy mennyit szapultuk itt ma. Oh yeah. Na kérem. Utolsó pontocskákat megkaptuk. Remélem tetszett nektek ez a kis breakfast, mert én nekem ma igazán az ínyemre volt, tehát ma én is nagyon élveztem, és tényleg köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és aktívan részt vettetek itt az eseményekben. Nem is kell ez már nekünk. Úgyhogy szépen. Exit. Na. Úgyhogy vissza is tértünk a mi kis arénánkba, kis búcsúra. Mivel látom, hogy ennyire élvezitek, azért még lesz breakfast, a héten nem biztos. Mert a héten ugye még lesz egy talk show. A talk show után még az se kizárt, hogy utána még belekezdek valamibe. És még egy kicsikét gamingelünk. Úgyhogy ezt így péntekre, hétvégén meg ugye lesz egy go-kart futamunk, tehát nem biztos, hogy még egy streamet is bevállalnék. Lehet, hogy pénteken belenézünk egy kicsit ebbe az F1 2018-ba, vagy PUBG, nem tudom, amilyen hangulatom lesz aznap, úgyhogy mindenképpen megéri azt követni. Meg hát ugye itt vannak mellettünk a különböző elérhetőségeink, amelyik mindegyikén nyugodtan lehet tolni nekünk egy lájkot, feliratkozni és per vagy mindent egyszerre, és akkor nem maradtok le semmiről. Na, köszönöm szépen a figyelmet, én még választok egy outrót, meg nézek valami muzsicát, amivel elküldelek titeket aludni, valami jó kis altatót, nem, dehogy is. És remélem ez most üvölteni fog, nem, no hangerő. Jól van. Tényleg nagyon szépen köszönöm. Na ez jó volt. Így van. Bogi, neked is köszönöm, hogy itt voltál. És örülök, hogy tetszett. Meg majd megnézzük, hogy ez a laptopod elbírja ezt a breakfastet, mert azért ha ennyire tetszett, még az se kizárt, hogy kéne ilyet játszanunk. Jól van. Na, zene megvan, szépen. Na, ezzel búcsúzunk, találkozunk akkor pénteken, 6 óra. Úgyhogy mindenkit várok ide a kamera másik oldalára. Lehetek jók, és sziasztok!